Szervusztok! Köszönöm, hogy megvártátok, hogy én megérkezzem, mert ez most már jól a délután vagyunk. És valóban fogok egy picit beszélni majd az Isfazgate-ről is, és néhány olyan szakmai titkot elárulok arról, amit így a Vodafone-os kollégáim nem mertek, vagy nem akartak elárulni ideig, de, vagy nekem is hagytak helyet arra, hogy beszéljek erről a dologról, sokkal inkább valószínűleg köszönöm, Bence és Csaba. De egy kicsit távolabbról kezdenék. Én is mondhatnék egy csomó olyan példát, hogy fú, és Kínában, meg Ólubon, meg mindenféle mindent csináltunk, és ez egyébként tényleg így is van. Tehát mi most ott tartunk, hogy Kínában nagyjából 4-5 ezer magánhálózati projektünk van, ami különböző, mi 20 vertikumot azonosítottunk, ahol nagyjából hasonló igényeket szolgálunk ki, és ezekre fókuszálunk jellemzően. De ez egy teljesen más sztori, és nem erről szeretnék beszélni most, hanem olyan példát hoztam nektek, amit tökre kézzel fogható, és így itt van Magyarországon. Kicsit teátrálisan mindig azzal szoktam kezdeni, hogy mi is ugye gyártunk nagyjából elég sok mindent, de például egy ilyen okos 5G-s telefont is egy 5G-s gyártósoron gyártunk, mert hogy, ahogy a Zoli is elmondta korábban, tényleg az van, hogy a gyártási rugalmasság az elképesztően fontos az egyik oldalon, másrészt pedig nem csak az autóiparban van olyan, hogyha néhány perces vagy néhány órás leállásról beszélünk, hanem képzeljétek el, hogy egy ilyen mobiltelefon, ami egy ilyen szabad szemmel jól látható összegbe kerül, abból 38 másodpercenként leesik egy a gyártósor végéről. Ha ott nekünk ez így egy kicsit is megáll, akkor ez egy és mondjuk egy flóron a négy vagy öt ilyen sor megy, akkor ez így, hát így eléggé csontba, vagy húsba, vagy nem is tudom, hogy szokták mondani, vágó kérdés. Ráadásul itt a rugalmasság tényleg nagyon fontos, míg egy autót azért relatíve sokáig gyártanak, tehát hogy fölépítenek egy gyártósort, és ugye kellő rugalmassággal, mert színt, meg felszereltséget, meg egyéb dolgokat lehet változtatni rajta, még jó esetben T-1 hétnél is. De egy ilyen mobil eszköz, vagy egy ilyen ICT eszköznek az élettartama, a tervezett élettartama relatíve rövid, és újabb és újabb termékeket vezetünk be, akár pár hónap után. Úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen gyártósor, az mondjuk egy ilyen telefonra, ez egy relatíve komplex eszköz, az kb. 140-160 méter hosszú, ebben van 70-80 munkállomás, attól függ, hogy éppen mennyire komplex a berendezés, vagy milyen bonyolult. És amikor át akarunk állni egyik gyártásról a másikra, akkor ez normál esetben egy ilyen 14-16 napos időtartamot vesz igénybe. Körülbelül egy olyan 100 km kábelt behúzunk egy ilyenbe, mindenféleképpen. Ugye minden full redundánsan végkábelezve. Na most, hogyha ebből a felét meg tudjuk spórolni azzal, hogy egy vezeték nélküli hálózatot használunk, és egyébként táp meg mindenhol van az egész csarnokban, akkor képzeljétek el, hogy 7 nap alatt, napi 3 műszakban és 24 órában, másodpercen, vagy 38 másodpercenként egy mondjuk 1500 eurós telefon, az egy szabad szemmel jól látható bevételt termel. És hogy kézzelfogható meg helyi példákkal is szolgáljak, ez egy ilyen nem kifejezetten konvencionális prezentálás lesz. Ez a Pátyi gyárunknak egy ilyen egyszerűsített animált képe, ugyanis 2021, tehát tavaly január 14-én itt indult el Magyarország első nyilvános, tehát hivatalosan is működő, tényleg nem csak ilyen proof of concept módra működő 5G magánhálózata, hanem ezt így valós időben is használjuk. Zoli használta a kifejezést, hogy ez egy ilyen brownfield projekt, ez valóban így van. Ez egy olyan gyár, ahol már ugye gyártunk egy pár éve, a BYD az, ami nekünk a bérgyártást végzi itt. Egy csomóféle, elsősorban telekommunikációs eszközt, baseband unitokat, komplett optikai kabineteket, storage-okat, egyebeket szerelünk itt össze, illetve a logisztikai bázisunk itt van. Úgy annyit érdemes erről tudni, hogy ez a Huawei-nek Kínán kívül a legnagyobb logisztikai operációja van itt az ESC-ben, ez a European Supply Center-nek a rövidítése. Ez két entitásból áll, az egyik Pátyomban, a másik Komáromban. Ez önmagában egy 15-16 ezer négyzetméteres gyártócsarnok, ahol mi is próbálkoztunk először wifi-vel, hogy például az AGV-jeinket, tehát hogy ezeket a villás targoncákat valahogyan automatizáljuk, és jól befülöttünk vele. Úgyhogy rámentünk egy ilyen 5G-s megoldásra, ahol 60 MHz-nyi C-bandet a Vodafone üzemeltet nekünk, és ezen keresztül tudjuk első körben, valóban az első use case-ünk az arról szólt, hogy itt AGV-ket vezérlünk.
Itt látjátok is, egy kicsit így vizuálisabban megpróbáltuk mondani, amit aztán előttem szóló nagyon bölcs kollégák elmeséltek, hogy a Wi-Fi nem kifejezetten arra van, hogy ilyen ipari automatizálási megoldásokat futtassunk rajta, hiszen egy best effort alapú hálózat, és ugye a mobilitást elég rosszul kezeli. Itt látszik az valóban, amit a Bence is említett, hogy számottevően nem csak, hogy gyorsabban tudjuk vezérelni, vagy használni rajta ezeket az AGV-ket, hanem gyakorlatilag a hiba arány nagyon jelentősen csökkent. Itt egy olyan technológiai megoldásra szeretném fölhívni a figyelmeteket, ami egyedi az 5G-ben. Ez egy elosztott antenna rendszer, úgy képzeljétek el, hogy biztos hallottatok már arról, hogy az 5G-ben a MIMO az egy ilyen nagyon fontos dolog, és akkor ez ilyen, csak úgy képzeljétek el, mintha egy darab nagyon sok antennaelemből álló MIMO antennát fölrobbantanánk, és ezt így elszórnánk az egész gyárban. Méghozzá ez úgy működik, hogy ügyesen mindjárt megpróbálok visszanavigálni oda, mert hogy van egy ilyen kiváló eszközöm, csak nem mindig oda mutat, ahova én szeretném, főleg, hogyha háttal állok. Szóval, hogy itt a megoldásnál, majd azt is elmesélem nektek, hogy ez hogy néz ki. Ott a bal sarokban látjátok a gyárnak az egész területét, ez ahogy mondtam, ilyen 15-16 ezer négyzetméter. Alul, amiket ilyen kis ákombákomokat láttok, itt ezek, ez az egész egy hatalmas nagy magas polcos raktár. Itt ilyen 8-10 méteres fémpolcokon tárolunk mindenféle telekommunikációs eszközt. Ez rádiósan egy nagyon kiváló terület, nagyon sokat segít abban, hogy mondjuk Wi-Fi-vel kiválóan összeakadjanak az access pontok, de ezt ugye nagyon jól kezeli az 5G hálózat, és minden egyes csarnokot többszörösen lefedünk, illetve itt fönt van az összeszerelőüzem, ez egy tiszta tér, egy pormentes ESD védett tiszta tér, alatta a commissioning, illetve picking, ahova összegyűjtik a kollégák azok különböző alkatrészeket, amiből összeszerelik a végleges berendezéseket, és itt a jobb oldalt fönt, ez pedig az outbound area. Hogy mennyire hatékonyan működik ez a gyár, úgy képzeljétek el, hogy így havi szinten olyan 50-60 ezer raklapnyi áru érkezik be, ezek ugye nem egyediek, hanem így ömlesztve érkeznek, mert hogy a hajós szállítás az, ami a legolcsóbb, ellenben mondjuk 3 hónapig utazik a hajón ez a berendezés, és aztán utána a végleges ügyféligényeknek megfelelően szereljük ezt össze és konfekcionáljuk. 47 országba szállítunk ki innen, és a hatékonyságunk olyan ezen az outbound area-n, hogy itt, amikor összekészítettünk egy shipmentet, az nem tölt átlagosan 5 óránál többet ezen a területen. Tehát egy nagyon hatékonyan működő gyár, ami lényegesebben az egészben, hogy minden csarnok, ugye ekkora területet nem lehet egy helyként kezelni, az Audinak vannak erre ilyen nagyon érdekes gyártócsarnok, olyan még az oszlopokat is tudják mozgatni, hogy át tudják szervezni a sorokat, de nálunk azért ez nincs ilyen. Ez egy rádiós szempontból egy elég bonya hely, mert hogy tele van mindenféle vasbeton szerkezetekkel, meg hatalmas nagy fémpolcokkal, meg eszközökkel, amikből hónap végén nagyon kevés van benne a raktárban, a hónap elején meg nagyon sok van benne a raktárban, és egymás helyén hátán van minden. Szóval, hogy ezeket többszörösen fedjük le, és ez nem csak egy redundanciát ad az egész hálózatnak, konkrétan volt olyan példánk, ahol egy humán targoncon vezető sikeresen levert egy ilyen pico-ererút valamelyik ajtó fölül, vagy kapu fölül. Ez a hálózaton semmilyen anomáliát nem okozott, mert hogy minden más, többszörösen van fedve minden része a csarnoknak. Ellenben a menedzsment rendszeren a kollégák látták, hogy ott így elesett egy berendezés, és azt így pótolni kell, vagy ki kell javítani. Szóval a lényeg az, hogy ez egy darab cellaként működik. Tehát a egy darab BBU-nak, egy darab kártyájára, egy darab cellaként működik az összes 24 pico-ereru, 4 darab R-hubon keresztül, ergo egyetlen egy darab handover sincs az egész gyárban, bárhol mennek az AGV-k. Ez egyfajta redundanciát is ad, nagyon nagy rendelkezésre állási tartalékot, bármilyen probléma előfordulna bármilyen berendezéssel, akkor ezt ugye ki tudjuk küszöbölni. Másrészt pedig a sávszélességet jelentősen növeli, hiszen itt azért csak idézőjelbe téve, csak 60 MHz-nyi C-bandet kapcsoltunk be, viszont ezzel a megoldással fajlagosan az elérhető sávszélesség jóval nagyobb, hiszen a végberendezések, amiket használtunk, úgy szintén MIMO képesek, tehát több antennához tudnak csatlakozni egyszerre. Itt látjátok az eszközöket. Ahogy elhangzott, ugye magánhálózat és magánhálózat között is van különbség. Ez egy olyan standalone 5G magánhálózat, ami ott helyben található, itt ez nem látszik sajnos itt ilyen piciben a szlájdon, de itt ez a 4U magas privát kór, ami az egész hálózatnak a lelke, ez választja szét a UPF funkciót, tehát a user plane-t, hogy az összes adat, ami helyben keletkezik, az helyben is maradjon.
illetve a felügyeletet ezen keresztül tudják a Vodafone-os kollégák ellátni ezen a rendszeren. Itt meg alul megláttok egy olyan Pico RR-út, ami önmagában egy 4x4-es MIMO-ra képes minden egyes eszköz, és ebből van 24 darab az egész gyár területén. De ahogy azt így mondtam, ez csak a legelső olyan use case volt, amit itt bevezettünk, és még az én szlájdjaim sem tartalmaznak mindent egyébként. Többször elhangzott, hogy az 5G önmagában, vagy ahogy én szoktam fogalmazni, az 5G önmagában nem egy megoldás, ez csak egy enabler, egy olyan lehetőség, ami az ipar digitalizációját segíti. Itt ez egy brownfield operáció, ahol mi egy ilyen lean módszertan segítségével folyamatosan próbálunk ki újabb és újabb use case-eket, és ezekkel haladunk előre, és ami beválik, azt meg is tartjuk. Amikor elkezdtük, valóban az AGV-k voltak az első use case-ek, ebből ilyen omnidirekcionális, azaz földfelszínen bármerre mozgó, raklapokat mozgató AGV-ket használtunk, és erre is már egy ilyen 3 év körüli megtérülési időt tudtunk mondani. Aztán elkezdtünk használni egy csomó más use case-t. Például az első, a következő az egy ilyen kiterjesztett valóság szemüveggel segített távoli segítségnyújtás volt. Erre azért volt szükség, mert az AGV-ket, amiket vettünk, azoknak egyelőre még akkor, mikor elindítottuk őket, nem volt Magyarországon közvetlen technikai szaportja, nekünk meg van egy csomó mérnökünk a gyárban, úgyhogy beruháztunk néhány AR szemüvegbe, és közvetlenül a gyártó távolról tudja támogatni ezeknek a karbantartását. Azóta ezt a technológiát használjuk arra is, hogy például a saját gyártásunkat segítsük, ugye a tervezés termékfejlesztés az Kínában van, itt az implementáció és a gyártás van, tehát az új eszközöknek a betanítása, bármilyen hibajavítás ezen keresztül tud történni, és ez egy nagyon-nagyon hasznos, nagyon hatékonyságnövelő dolog. Használunk, ugye elhangzott, hogy a mesterséges intelligencia használta. Ez a legelső verziója, egy ilyen Móriczka verziója a dolognak, de meglepően hatékonyan működik. Ez gyakorlatilag abból áll, hogy van egy számítógépünk, amire raktunk egy jó nagy felbontású kamerát, amit összekötöttünk egy helyben, a Mobile Edge-ben működő Machine Vision vagy AI szerverrel, ami az elkészült, az egyik product line-on az elkészült baseband unitoknak az előlapját beszkenneli, és ez alapján azonosítja, hogy milyen kártyák kerültek, milyen sasszéba beszerelése, pontosan mi a konfiguráció, ezt összeveti az eredeti megrendeléssel, az eredeti bomlistával, és ez alapján gyakorlatilag ez az utolsó lépése az összeszerelésnek, amikor jóvá hagyja azt, hogy ez mehet vagy nem mehet ez az alkalmazás, vagy ez a berendezés ki, innen mehet a csomagolóba, illetve szállítjuk ki ezeket. Azt mondta az én barátom, a Boll Attila, aki a gyárnak a vezetője, hogy egy ilyen 50%-kal lehetett csökkenteni, vagy nagyon jelentősen csökkenteni azt a hibarányt, amit egyébként a humán faktorhoz. Én, ha 8 órában dolgoznék a gyárban, és ezeket kéne nézegetnem, biztos én is előbb-utóbb eltévesztenék valamit, de a gép az relatíve ritkán téved. Ezen felül egyébként azóta már újabb use case-eink is vannak, használunk kivákat, ezek azok az ilyen kollaboratív robotok, amik a pickinget segítik, tehát oda viszik tulajdonképpen az emberekhez ezeket a jószágokat, vagy magát a polcot. Használunk olyan mérlegeket, amiket 5G-n keresztül kötöttünk be, és segítik ugye a termékek kiválasztását, illetve azonosítását, hogy pontosan annyit és olyan mennyiségű terméket választottak ki, vagy alkatrészt választottak ki a kollégák, ami szükséges ahhoz a termékhez, és így nagyon jelentősen tudják csökkenteni, vagy növelni a hatékonyságunkat. Hogyha átmegyünk a másik use case-re, ami az EastWestGate, egy kontrolltabbal, akkor arra is van egy ilyen hasonló cuccom. Én szándékosan nem fogok videót mutatni, mert hogy annyi jó videót mutattatok már, hogy ez elképesztő. Nekünk is van egy saját videónk az EastWestről, de nem ezt akartam megmutatni. Itt is van egy olyan technológiai megoldás, ami szerintem érdekes és fontos. Itt ugye beszéltünk arról, hogy ideig az ESC-ben ugye egy 5G SA private core működik. Itt van Pátyon egyébként, és látogatható korlátozottan, hiszen ez egy gyár, és hogy egy ilyen szupercellát, egy ilyen elosztott antennarendszert használunk. Itt, ami különlegesség egyébként az EastWestnél, az pedig az, hogy egy olyan speciális technológiát használunk arra, hogy nagyon nagy megbízhatósággal és garantáltan alacsony sávszélességet tudjunk biztosítani, ami különleges. Egyrészt a rádiós oldalon, ugye az 5G lehetőséget ad arra, ugye itt elhangzott, hogy az uplink irányban van kifejezetten nagy igényünk, minden egyes ilyen darun 25 darab HD kamera működik, ezeknek a képét kell folyamatosan fölfele tölteni a hálózatba. Ennek így a minimum sávszélesség igénye az olyan 160-180 megabit per szek volt. Gyakorlatilag itt most a méréseink alapján
260-280 megabit per szeket tud a hálózat fölfele per végpont. Ehhez nem csak C-bandet használunk, hanem supplementary uplinket is használunk 2,1 GHz-en. Ez azért van, mert hogy ez ugye az ukrán-szlovák-magyar hármas határ közelében van, és ugyan ez egy magánhálózat, és az 5G frame struktúrát meg lehetett volna változtatni úgy, hogy ez jobban támogassa az uplinket, ugyanakkor viszont a harmonizáció miatt ez egy nagyon problémás dolog lett volna, ezért döntöttünk úgy, hogy ez egy ilyen carrier aggregation-nel, a Huawei ezt Super Uplinknek hívja, egy ilyen carrier aggregation-nel kifejezetten rátöltöttünk, vagy rásegítettünk erre az uplinkre. Ez viszont, ami lényeges ebben a megoldásban, ezt ilyen nagyon intuitív dual feed selective receiving megoldásnak hívjuk, szerintem valami jobbat kéne kitalálni, nem elég béna, de hogy tulajdonképpen azt jelenti, hogy 1+1-ben megduplikáljuk a teljes rádiós útvonalat. Itt ugye ebben a megoldásban nem csak a Huawei technológiája van az 5G hálózati oldalon, hanem a végberendezés, az, amit felszereltünk a darukra, ez is egy olyan berendezés, ami egyrészt támogatja ezt, másrészt pedig támogatja ezt a Super Uplink képességet. Ezt egyébként a TD-Tech gyártja, ami mintegy véletlenül egyébként a Nokia és a Huawei joint venture-e 50-50%-ban. És ez a TD-Tech berendezés tudja segíteni ezt a megoldást. Itt azt látjátok, hogy nem elég, hogy egy alacsony latency-t tudunk csinálni a csomagoknak, mert ez tök jó. Viszont az outlierek, tehát amikor hibajavításra van szükség, kimarad egy csomag, vagy sérülten érkezik egy csomag, akkor ez nagyon nagy jittert okoz, tehát nagyon nagy növekedést okoz átmenetileg a késleltetésben, és ez így elég rossz lenne, hogyha ez így lenne, mert akkor a videofeedünk az eléggé megmakkanna. Ezért aztán használjuk ezt a dual feed selective receiving funkciót, itt tulajdonképpen két access router van a két végén ennek a kapcsolatnak, a darun is, illetve a szerver előtt is. Az access routerek átveszik a hibajavítási, tehát az IP csomagokra vonatkozóan a hibajavítási funkciót tulajdonképpen az endpointok helyett, és minden információt két irányban küldenek el a hálózaton. És a legelső hibátlanul beérkező csomagot fogják újra streambe rendezni. Így tulajdonképpen egyrészt egy nagyon nagy rendelkezésállást tudunk biztosítani, másrészt pedig garantálni tudjuk azt, hogy a csomagok, illetve a késleltetésben nem lesz nagy változás az ilyen hibajavításból adódóan. És ez egy olyan különleges dolog, amit itt ebben az esetben használtunk Európában legelőször. Kínában azért számos olyan tengeri konténerterminál van, ahol ilyen jellegű távvezérlési megoldást használunk, de itt Európában ez legeslegelőször itt került felhasználásra. És hogyha nagyjából ennyit szerettem volna elmondani az East-West-ről, illetve az ESC-ről, és szeretnék most mindenkit így meghívni, mert hogy további kézzelfogható dolgaink is vannak, amit egyébként meg tudtok nézni, hogyha egy ilyen altabból átváltunk, akkor az van, hogy most az a szerencsés együttállás van, hogy nekünk kedden volt Budapesten az Európai Innovációs Napunk, és az az 5G, NPN vagy magánhálózati megoldásokat bemutató kamionunk, ami itt szerepelt, az holnap este, illetve egészen pontosan délután 2-től éjfélig az Óbudai Egyetem mellett a Neumann Campusnál, tehát hogy a Bécsi úton, egyébként a Doberdó utca felől, tehát a hátsó bejáratnál állítjuk föl ezt a kamiont, és ahol ténylegesen bemutatunk minden olyan dolgot kézzelfoghatóan, ami működik. Annyira kézzelfoghatóan, hogy itt ténylegesen egy magánhálózat működik, tehát effektív ott van a 19-szoros rekbe beszerelve a tápellátás, a kór, a rádiós hálózat, 4 darab ilyen pico-RRU felszerelve a kamionnak a belterében a mennyezetre, és ezen keresztül gyakorlatilag ez például egy AR szemüveggel kiegészített munkavédelmi sisak, ami például egy ilyen terepi munkavégzés segít, és hátul ott van benne az 5G connectivity, a másik egy vezeték nélküli multispektrális kamera, infra és normál látási viszonyokkal. Az ott például, ugye itt a Zoli is mesélte, hogy az ipar digitalizációjában a rugalmasság mennyire fontos, ez egy konkrétan egy olyan elektromos csavarhúzó, ahol az operátornak csak a gombot kell nyomnia tényleg, fölötte az a display, az egyébként a gyártási rendszerhez van integrálva, és ez a fordulatszámra, nyomatékra húzza le megfelelő módon, megfelelő lépésekben azokat a csavarokat, amiket előírunk neki. Ott szembe láttok például egy kivált, ez egy ilyen kollaboratív logisztikai robot, amit mi is használunk a gyárban. Tehát egy csomó olyan tényleges, élő, igazi use case-t és technológiát mutatunk be, ami ilyen
Nagyon-nagyon szívesen látunk benneteket. Ez egy teljesen nyilvános és sajtónyilvános esemény. Kutatók éjszakája, Óbudai Egyetem, Doberdó utca. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és ha bármi kérdésetek van, nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen!